Sziasztok, itt újra beszélgetés voltunk a Duma Kastély. Üdvözlöm újra a csatornán Husky Dogot, hello! Szevasztok, hello, hello! És ma fogunk a különböző játékkliensekről beszélni, legyen az ugye Steam, Epic, Origin, stb. GOG lehetne sorolni, illetve hát azoknak a hatásairól, meg hogy kinek melyik a kedvenc és miért, illetve mit nem ajánlanak. Kivesézzük esetleg a egyes elemeiket, például achievement rendszer, fórum, stb. Nem tudom, hogy néztél -e olyan statisztikát, hogy melyiket kedvelik, úgy általában a legjobban a játékosok, de én úgy tudom egyiket, hogy a Steam-et, tehát én ezt... Ja, persze, így van, tehát a Steam az verhetetlen. Tehát most már... Nem, az volt az első tudom, mikor... gyakorlatilag. Hát igen, ugye ez 2004-ben indult, tehát 17 évvel ezelőtt, úgyhogy nem kis előnye van, de hát már a, nem is tudom, 100, nem tudom hány millió felhasználója van, úgyhogy azt lehetetlen utolérni. Hát... Úgyhogy messze az a legnagyobb. Nem könnyű, az biztos. Nem lesz egyszerű, de vannak próbálkozók, de a Steam azért jó, mert az elején ő is nehezen indult, meg volt a kibánk minden, viszont folyamatosan építették föl, nem csak ezeket a különböző achievementek, fórumrendszer, különböző ajándékok, vannak ilyen akció hétvégék, meg akciós hetek, meg ünnepi akciók, meg különböző ilyen emojik, meg mindenféle ilyen kitűzők, meg mit tudom én, sokszor ingyen is lehetett, néha lehetett vadászni, akkor eladásokkal, ugye vásárlásokkal lehetett növelni a Steam pontszámot, és akkor a szinteket ugrottál, ez volt az első, ami ezeket így belehozta gyakorlatilag, hogy a játékban látható achievementet átemelt a játék kliensbe, illetve lehet, fordítva volt, hogy ők találták ki már nagyon részben először, és aztán jött a játékokba. Minden esetre ugye ez tényleg egy hát olyan rendszer, amit ugye azóta a mobil játékok is használnak egyébként, csak ugye ott kicsit máshogy, ugye ezek a free-to-play modellek, ugye. Csak itt a Steamnél ugye ez egy más dolog, mert ugye maga a kliens is ingyen van, meg ezek a dolgok is ingyen vannak, a játékok persze nem, viszont nagyon sokszor hatalmas akciókkal megy, hát máig. Egyébként ha az akciókat nézzük, talán a Steam, hát hogyha van egy ilyen speciális hétvég vagy ünnepnap, akkor a legnagyobb akciókkal szokott talán kegyeskedni, 80-85%. Még a GOG az, amit talán tudnék mondani, csak ugye cikkebb a játék tér, illetve a játék választék. Nem tudom, hogy te ezzel hogy vagy. Ugye ezek a nagy Steam szélek, amit említettél, ez inkább... Én azt mondom, hogy ez sok évvel ezelőtt volt nagyon nagy szám. Mára ez megkapott olyan értelemben, hogy ugye az ilyen nagy leárazásoknál nem az adott áruház üzemeltetője, ilyen esetben nem a Valve fogja eldönteni, melyik játék mennyit kaphat, kivéve persze a saját játékunknál, hanem mindig az adott játék kiadója dönti el, hogy ez a játék most ebben a szélben ennyi és ennyi kedvezményt kaphat. Viszont én az elmúlt, nem is tudom, 2-3 vagy 4 évben én úgy vettem észre, úgy tapasztaltam, hogy a Steamen egyre kisebb kedvezményt adnak, egyre szűkülő kedvezményeket adnak a kiadók. Tehát konkrétan sok-sok, rengeteg olyan játék van, ami néhány évvel ezelőtt kapott mondjuk, nem tudom, mínusz 80 vagy 80%-ot, egy X játékot, egy bizonyos játékot be lehetett húzni mondjuk, most mit tudom, hasonlítésszerűen mondjuk 5 euróért, de az elmúlt 1-2 év leárazásokkor már nem 5-ért adják, hogy mondjam 8-ért. Ja, 8 és 10 és ez között, nagyon-nagyon sok játéknál ez megfigyelhető, és nem csak egy kiadónál van ez, hanem sok kiadónál, míg ugyanazt a játékot akár mondjuk egy külső hivatalos szerződéses digitális boltban sokkal olcsóbban megkapod, vagy akár egy másik konkurens áruházban. Úgyhogy én úgy látom, persze mondhatni, hogy sajnos leginkább szerintem a nagy kiadók csökkentik ezeket a kedvezményeket a Steam Store-ban. Szerintem így próbálják még egy kicsit, próbálkoznak az emberek terelésével, hogy esetleg talán vagy a saját store-jukhoz menjenek, vagy valóban az lehet, hogy mindenki nyitott csak lassan. A Steam-től. Ja. Vagy ugye ezek a másik, amiket mondta, ezek az egyéb oldalak, ugye Fanatical Gaming, meg mit tudom én, ezeknek az elterjedése is szerintem okozhatta azt, meg a csereverék, ugye,
különböző emberek, mondjuk ott van, hogy feketén vagy szürkén árusítják így ezeket a kulcsokat. Én esetre arra ösztökélte a streamet talán, hogy mivel annyi helyen meg lehet venni, ezért akkor bár mondjuk a logika azt hozná, hogy akkor ők is csökkentsék, de lehet, hogy épp azért emeltek rajta egy picit, mert ők többet veszítettek már ezek miatt, érted? A hát ugye, bevétel és arányából. Változatlan, igen, és továbbra is ugye változatlan az a 30%, amit a Valve saját magának igényel, beszed, mondhatni. Az egész, és ha vesznek 100 darab 60 eurós értékű játékot, akkor az egész összegnek ő 30%-át így zsebre, tehát így van, az a Valve-hoz kerül, pontosan. Hát és komoly. Az összes többi sztormán ez sokkal kevesebb. Bármelyikről beszélünk, az nyilván jóval kevesebb lesz, és szerintem emiatt emelt sok kiadó. Mármint úgy emelt árat, hogy ugye kisebb kedvezményt adnak, mint néhány évvel ezelőtt. Én például rendszeresen szoktam nézni, hogy léteznek olyan weboldalak, például isthelenideal.com, ahol minden játéknál meg lehet nézni a price history-t, hogy mondják ezt magyarul, tehát az árak visszamennek, hogy az elmúlt években ugye milyen áron, az adott boltban milyen áron lehetett kapni, és ebben az adatbázisban bizony rengeteg játéknál megfigyelhető ez a tendencia, hogy Steamen gyakorlatilag, hát olyan értelemben drágább lett, hogy ugye kisebb a kedvezmény. Még a kevesebbes forró szint annó. Winter, meg Summer Sale-ben is. Igen. Hát én emlékszem, hogy több pár évet, talán még akkor egy-két bemutatót is csináltam vele, mert amikor már jó pár ilyen 5-8 éve, hogy ilyen 3-4 eurókért vettem a játékokat, tehát így, vagy ilyen 1-2 éves azért, játékokat. Tehát. Igen, azért vannak ellenpéldák is, szerencsé, nagyon ritkán, de vannak olyan esetek is, amikor adott játékot Steamen kapod meg a legolcsóbban. De úgy drasztikusan sokkal olcsóbban, mint máshol. Ez ugye hát ez megint csak a kiadónak a döntése, hogy most ezt a játékot mondjuk Steamen próbálja meg egy kicsit promózni, hogy ugye legutóbb, most egy konkrét példával éljek, nézzük meg az Electronic Arts-ot, akiknek ugye már nem tudom hány éve, talán 8 éve van a saját sztóriuk, és néhány játékot az elmúlt hetekben, hónapokban Steamen adták a legolcsóbban. Tehát még a saját boltjuknál is sokkal olcsóban adták Steamen. Sőt, hát jó ideig nem volt Steamen EA, legalábbis ez az újabb játékok. Igen, így van, és valószínűleg az EA vezetősége lehet, hogy felébredt a Csipke Rózsika álmából, és rájöttek arra, hogy lehet, hogy nem érdemes elhanyagolni a több mint 100 millió felhasználó bázist, és akkor lehet, hogy így próbálják meg visszanyerni az embertéket, hogy hello, még itt vagyunk, még mindig csinálunk játékokat, ami nem rossz, mert a Steam userek ezzel jól járnak, csak... Meg valószínűleg valamennyire ők is, csak nem akkora bevétel aránya feszed, de... Csak igen, az EA, tehát az újabb, modernebb Origin játékokkal az a probléma itt, hogy... Ez nekem kicsit ilyen szörszámhasogatás, hogy ha Steamen veszel meg egy Origin játékot, ugye attól még szükség van az Origin kliensre. Tehát ugye Steamen veszed meg, és azt fogja neked letölteni, de a háttérben a Steam mellett elindul az Origin kliens. Ja, mint a Uplay is sajnos. Tehát dupla DRM. Ugye? Tehát az a Uplay-eseknél is így van Steamen. Ugyanaz, mint a Uplay. Így van. Ez pontosan ugyanaz. És ezt én személy szerint nagyon-nagyon nem szeretem. Én sem szeretem egyébként, ez egyetértünk. De hát ez most nem a Steam hibája, ez egy Ubisoft-tal kötött, illetve a EA-jel kötött dolog. Persze, hát ezzel a lépéssel is próbálják arra ösztökélni a játékosokat, hogy inkább a saját sztóriukban menjenek vásárolni. Persze, hát ezt mindenki saját maga el tudja dönteni, de amikor ilyenkor itt jön be a képbe ez a számra kicsit érthetetlen döntés, hogy ugye, hogyha már a saját boltomba próbálom meg terelni a felhasználókat, akkor miért a Steamen csinálom a legnagyobb kedvezményt, tudja? De ja, hát igen. Meg hát ugye ahhoz a boltot is kéne fejleszteni minden jóval, földi jóval. Egyébként játékban az EA-re, hát ugye az Origins-t sokan nem szeretik, és
Talán amiatt, mert ugye a Steamhez képest ilyen kiherjedt kliensnek néz ki, és sokszor bugos. Van, hogy volt, hogy letöltöttem ugye egy játékot, tehát mondta Dragon Age 3-ot régen, az megvan rajta, és nem tudom, a 3-4-nél így újra le kell tölteni, még ilyenek, tehát tehát az nem kifejezés, hogy fapados, igazából az Origin, az konkrétan, én ezt nem is tekintem boltnak, tehát mióta van piacon? 2013, jól emlékszem? 13-ban már voltak, az egész biztos. Na most 8 év alatt az EA nem volt képes bevásárló kosarat lefejleszteni. Tehát az Origin Store-ban, boltban nincs bevásárló kosár. 11-től van egyébként. Ugye? Elvileg. Bocsánat, akkor 10 éves. Hát akkor még inkább nonsens az egész. Durván, szerintem. Lehet, hogy igazából 12, tehát akkor indul, de akkor illetve nem abban a formában, de jó. Tehát az ember rá is googlizik, hogy EA Origin Shopping Cart, ki is írja rögt az első találatnál, hogy nincs. hogy egyszer csak egy játékot tudsz venni, ez ugyanolyan, nem az Electronic Arts az egyetlen ilyen bolt. Tehát több olyan digitális bolt van, ahol nem létezik bevásárló kosár, ami szerintem... Ez valami biztonsági jobban lehet? Egyértelmű. Nem tudom, hogy miért. Nem, szerintem szimplán inkompetensek az egészhez. az tehát az, hogy jó, hogyha valaki frissen indul, és az első pár hónapban nincs, oké, rendben, no problem. De hogyha évek alatt nem képesek egy boltban csinálni bevásárló kosárat, az ugyanilyen nonsens, most képzeljen mindenki, hogy az ember bemegy... Az ember, te a spárba csak paradicsomot vehetné. Így van, hétköznap bemész a boltba, aztán újra be és azt mondja a biztonságőr, hogy hát csak egyetlen egy terméket vehetsz. Ugye, hát utána ki fog oda visszamenni? Hát, aztán újra visszamegy banánt venni, aztán hagymát venni. Ja. Ezért fizes ki, utána visszamehetsz még egy termékkel. Ugye mennyire nonsens? Tehát, hogy... És az évek alatt nem képesek, tehát, hogy... A könyves voltak, ahol mondják, hogy a könyvek leáldoztak manapság, az nem teljes igaz, ugye, de lényeg az, hogy a könyves voltaknál megvan oldva, hogy 20 éve, és akkor az új klienseknél, ahol ez egy alap dolog lenne, 20. században, ugye a játék klienseknél, nem tudják megvan, hogy ez egy vicc kategória tényleg, hogy ezek gondoltam én, hogy valami, lehet, hogy valami biztonsági okok miatt van, hogy inkább csak egyet engednek egyenként, vagy nem tudom, valami, mi lehet mögötte, de hát lehet, hogy csak inkompetencia. De hát... Mert biztonság az nincs köze, mert akkor van három olyan nagyon nagy bolt, ahol van kosár, annyit veszel, amit akarsz egy vásárlásban, a kliensből. A GOG-nál van például, azt hiszem, nem? Mert ott van olyan, hogy egyszer legyek a French. Tehát a Steam, a GOG és a Uplay ezt meg tudta oldani. Igen, Uplay is. Jó. És akkor... Egyébként ezt a hármat tartom én is a legjobbnak egyébként, így, bár a Uplay is egy húg, de valami, de az Origin-hez képest meg azt is szeretem, tehát... Ja, és ezeket hát megtudták. A Uplay szerintem fény évekkel jobb, mint az Origin. Azt szerintem fény évekkel jobb. Azt mondom, és a Uplay sokkal jobb, ott is vannak gyerekbetegségek még mindig, de azért fény évekkel meg ugye hozzá kell tenni, azt nem tudod, de... kis magyar kapcsolat, hogy ugye Steven, a Gogon is, meg a Uplay is elég sok magyar feliratos játék, talán a legtöbb a Steven, aztán a Uplay, aztán a Gog. Még az Origins-en, ha jól emlékszem, egy se, pedig ott is ugye a Dragon Age, ugye, ami a Gogon még magyar feliratos, az egy, meg még lehetne sorolni pár játékot, ezek főleg ezek a kisebb EA játékok, és ott meg semmi. Tehát jó, hát ez nekünk fájó, csak nem egy világbeli probléma, de azért is apróság. És ezek hivatalos fordítások, tehát nem arról van szó, hogy valaki összefabrikálta. És egy különbség, meg az is talán, hogy a letöltési sebesség. Ha jól emlékszem egyébként, a leglassabb a Origins-en volt a Uplay és Steamhez képest. A Gogon, ugye ott kicsit mások, ott van, hogy darabokban szerintem lehet a Galaxival is persze, de azért ezt nem teljesen sütálom ez a háromhoz, de ebből a háromból egyértelműen ez a Steam főleg az a leggyorsabb. És a legmegbízhatóbb, ezt hozzáteszem, a Uplay következik utána. Nem tudom, hogy te ezt, hogy... Most az én tapasztalatom ezzel sajnos ellentétes. Én az elmúlt években pont azt tapasztalom, illetve nem csak én, és más is, akinek hasonló tapasztalata van a sajnos, hogy sajnos a Steamnél mind a sebesség, mind a stabilitás kezd egyre rosszabbá válni. Tehát az igaz, hogy lassabb, rosszabb itt volt, tehát régen jobb volt, stabilabb.
A felhasználók száma folyamatosan növekszik. És olyan, úgy tűnik nekem, mintha a Valve egyszerűen nem fejleszteni a szerver környezetét, hanem mintha nem bővíteni a kapacitást, és forrák. Egyre hatalmas több bevételük van. A probléma. Tehát a Steam-en sajnos ilyen szempontból sajnos egyre több és több problémát tapasztalok. Tehát mind letöltési sebesség az meg sem közelíti például a Uplay-ét, tehát Uplay nálam messze a leggyorsabb, de ha nézzük ilyen egyszerű feature-t, mint hogy audio chat, ott is, ott mondjuk rendszeresen vannak problémák Steam-en. Ott igen, a mai napig. És az már nagyon régóta, és egyszerűen az sem oldja meg a Valve-t. Nem is szoktuk tudni használni nagyon. Azért ilyen dolgokat nem ártani, és ez tényleg arra enged következtetni, hogy nincs elég szerverkapacitás szerintem, nincs elég számítási kapacitás, de nyilván ezt nem tudhatom, nem látok bele, de... De például a fórumuk, a keresőjük, a csetjük, az szerintem tök jó, az nincs gond, a barátkereső, meg van a közösségek, csoportok, stb. Ja, hát persze, fórum, tehát a közösség kitűzés. Szempontból messze, hát hogyne, főleg user friendly, bázissal verhetetlen. Ja. Neked, ja, nekik volt 17 évük rendesen kiforni az egészet, hogy ők óriási közösséget ki tudtak már így. Hát meg a tapasztalat ugye így nagyobb is mögöttük, tehát csak akkor tényleg ez a gáz, hogy én is azt látom, hogy valamennyivel lassú, lehet, hogy most már gyorsabb a Uplay, mondjuk nem, azt nem mértem pontosan, de az se egy lassú kliens, az tény. A Uplay is, az meg már 12 éve van, kérem olyan sem. 12 éve? A 2009. november. Azt a... Hát azt nem tudtam. Te jó Isten. Ha most már Ubisoft Connect-nek hívják, de hát akkor még, nekünk még Igen. Nehogy valaki értetlenkedjen. Igen, tehát nekünk még Uplay, mert nagyon-nagyon-nagyon sok évig Uplay volt. Elmúlt egy-két évben lett Connect, de igen, Ubisoft Connect egy a Uplay. Ha jól emlékszem, talán 13-ban regisztráltam be, mert volt egy... 13-ban volt egy olyan akció, valamelyik, nem tudom már melyik digitális botán, ha jól emlékszem Games Planet, de nem vagyok benne biztos, csinált egy akciót, ahol a Far Cry 3 Blood Dragon-t egyetlen 1 euróért adták Uplay-re, és akkor úgy nézett, hogy jó, nekem az... Akkor csak egy-két éves játék volt még. Úgyhogy akkor konkrétan nem, az még egy éves sem volt, 13-ban jelent meg a Blood Dragon. És pár hónapra rá volt egy ilyen akció, hogy 1 euróért odaadták, és akkor onnantól nekem az nem volt kérdés. Jó mondom, akkor nekem a Blood Dragon megért egy Uplay fiókot, és akkor onnantól folyamatosan, elmúlt években folyamatosan vettem ott is a dolgokat. De ugye én úgy vagyok, mind a Uplay, mind az Origin-nél, ott én ezekre azért veszem ott az ő saját áruházokban a játékokat. Mondjuk Originál rendkívül keveset vettem, talán egy-két játékot vettem náluk. Párat, ja. De Uplay-nél legalább hát valahol 40 és 50 között. Mert ugye, amit említettünk, hogyha Steam-en vennéd meg, ugye akkor dupla DRM van, tehát akkor két kliens fut egymás mellett, és zabálják a RAM-ot feleslegesen, plusz még a két ugye overlay is szeret összeveszni egymással. Úgyhogy én sokkal jobban szeretem, hogyha egyetlen egy DRM, egy kliens fut a háttérben, nekem az több, mint bőven elég. Ezért csinálom azt, hogy akkor vagy közvetlen Uplay-en veszem meg, vagy Origin-en, és akkor nem kettő kliens fut, hanem csak egy, ne zabálja fölöslegesen a ja, igen, és ügyeljük ezzel, hogy ilyen szempontból. De egyébként nagyon sokszor adnak ingyen játékot, tehát az Origins-en ott nekem is nem sok megvett játékom van, de elég sok ingyen játék egyébként. Igen, de... igen, a többség nekem is ott ingyen volt, igen. De hát a Steam-en is van, néha, a Uplay-en is van most már nagyon sokszor, úgyhogy ja, a logon is. Hát Uplay-en rendkívül ritka, ott nagyon-nagyon ritka. Hát a Far Cry 3 főleg nemrég, mint nekem már megvolt, de ezt nem még szerváltam. Hát igen, néhány hete, de néhány évvel ezelőtt az Electronic Arts csinált egy On The House akció sorozatot, ahol azt hiszem minden hónapban adtak egy ingyen játékot. Azt nem tudom, a saját, volt saját is,
de azt most nem tudom, hogy kizárólag saját, vagy volt külső, és azt nem tudom, de azt szerintem csak saját. Na mindegy, és ott rendszeresen havonta volt egy ingyen játék, azt ugye az új CEO ezt megszüntette, ja, és így gyűlt össze az a 25 játék nagy része így gyűlt össze, de volt két-három játék, amit ott megvettem, ugye például a legelső játék, amit Origin-en vettem, az a Crysis 3 volt, és amiatt csináltam meg az Origin fiókomat, mert végigvittem a Crysis 2-t, és a 3 nagyon érdekel, de hát ugye az akkor Origin exkluzív volt, úgyhogy ja, ez volt az oka, de hát jelenleg ez úgy néz ki, hogy nekem most Originen van 25 játékom, ebből körülbelül 2, max. 3-at vettem meg. És Uplay-en van 48, majdnem a duplája, és ennek a túlnyomó többségét meg is vettem. Ha nekem 12 van Originen, ami vett, és akkor van pár... Na, a Crysis 3 nálam is itt van. Most nézem. Death Space ja, 3 is, Battlefield 3, Mass Effect 3, vagy Dragon Age 3, ugye ezek ilyen hármasok vannak. Ja. Az Unravel-t azt ingyen kaptam például, nem tudom, azt ismered, ilyen indie játék. Igen, az nekem nincs meg sajnos. Ja, nem, bocsánat, még sincs ingyen, csak egy trial. Itt elég sok trial, ugye ilyen demo verzió. Ja igen, demo, igen. Ja. Abból elég sok van még szintén. Ugye a Steam-en is van ilyen, hogy hétvégén kipróbálhatod. Hát volt a játék, amit így játszottam, hogy próbáltam ki, és egy rossz dolog egyébként. Egész hétvégén a Uplay-ben is szoktak lenni ilyenek. A Gogon ott inkább az ingyenes játékok vannak. Hát nem az, hogy egy hétvégén kipróbálhatod, odaadják ingyen a régi játékok egy részét. A Witcher-t már lassan mindenhol meg lehetett szerezni. Már lassan az a hülye, aki tudjátok, nem szerezte meg valamelyik Witcher-t ingyen. Ja, igen, azt is több helyen osztogatták, mint, pont úgy, mint a Siberia 1-2-t. Azt is már, vagy nem tudom hány szaradták oda ingyen minden platformon. Ja, igen, a Siberia minden platformon, de három platformon. Nekem az egy probléma, hogy szétesik a szemem. Felújították volna, akkor is beszereztem volna, de egyszer értelt lesz, hogy próbáltam régebben játszani vele, és egyszer nagyon-nagyon pixeles volt a dolog, úgyhogy ilyen nagy monitoron. Egyébként beszereztem volna azt is. De hát ez van. És hát adja a fórum szempontjából, de aktív vagy valamelyiken? Fórum, hát igazából fórumokat én csak akkor szoktam túrni, hogyha valamilyen konkrét problémára keresek megoldást, vagy mit tudom én, van egy olyan játék, ahol csak érdekel az emberek véleménye, mondjuk egy játék Early Access-ben van, vagy hogy ha érdekel egy játék, de még nem vettem akkor elolvasom a fórumokat, de fórumokat én kizárólag csak Steam-en szoktam olvasni, mert csak ott akkora a játékos közösség, hogy releváns információkat kapok. A többinél egyszerűen nincs elég bejegyzés. Nem is felhasználó, hanem mert felhasználók nagy része szerintem nem foglalkozik ezzel, hanem ja, egyszerűen kevés a bejegyzés, a fórum bejegyzések, meg hozzászólások száma. Uh-huh. Steam ebből a szempontból szintén verhetetlen, azt kell, hogy mondjam. Hát egyébként igen, meg a... Hogyha egyszerűen csak társalogni akarsz tudni a játékosokkal, akkor is ott a legnagyobb a bázis, így alapból. Meg ott például könnyebb keresni is témákat például. Az is, és most eszembe is jutott az egyik az rendkívül fontos feature, ugye ami csak Steam-en és Gogon van, az a user review, tehát magyarul a felhasználó értékelés szekció. Ugye a vásárlók saját maguk írhatnak a játékról véleményt, adhatnak rá pontszámot, és ugye már Gogon lehet pontszámot adni, Steam-en ugye egy like-ot vagy dislike-ot, és ez szerintem egy rendkívül hasznos funkció, számra ez nagyon-nagyon fontos, úgyhogy ezt a két store-t emiatt mondhatni igencsak preferálom. Ugye most egy így, hogy miért fontos, egy konkrét példát említsek egy-két perc erejéig, ugye történt az elmúlt hetekben, talán nem tudom, egy-két hete történt, hogy az újabb Hitman 2010 nem tudom mennyiben jött ki. Hat vagy felkerült, 80,
felkerült GOG-ra, de ugye mindenki tudja, hogy a GOG az egy DRM-mentes bolt, tehát ami oda felkerül, az összes játék az mind DRM-mentes. Csak hogy történt egy olyan fiaskó, hogy valami oknál fogva a Hitman a GOG-on nem DRM-mentes, hanem ugyanúgy online DRM-et igényel, mint ha Steam-en játszanál vele. És hát ez teljesen jogosan kicsapta a biztosítékot a felhasználóknál, és az ember megnézi a GOG Store-ban az új Hitman játék adatlapját, és legörget a felhasználó értékelésekhez, akkor lehet látni, hogy 5-ből 1,1 pontot kapott. Hát nem véletlen történt ez a review bombing, mert bizony jogosan akadtak ki a felhasználók, mert át lettek verve konkrétan, mert a játék adatlapján fel is van tüntetve a DRM free. És mellette a DRM free felirat mellett ott szerepel, hogy online DRM, tehát hogy online, hogy is írják, valami online account szükséges, csak hogy az nem szerepel az adatlapon, hogyha nem csinálsz ilyen online fiókot, azt hiszem nem tudom már milyen online fiók kell hozzá, de ha ilyet nem csinálsz, akkor egyébként single player játék tartalmának túlnyomó részét, tehát a játék nagy része el lesz zárva. Nem férsz hozzá. De konkrétan egy nagyobb demót kap az ember, és ez, hát lássuk be, ez elég undorító lépés volt, és én is igazán értetlenül állok ezelőtt, hogy ez hogy történhetett meg. Tehát, hogy, és ott pont az ilyen a felhasználó értékelésekből derülnek ki az ilyen kis turpisságok, hogy valójában itt milyen átverés zajlik. És én például az elmúlt egy-két napban átolvastam ezeket, hogy mi történt ott, és hát kiderült, hogy bizony a játék túlnyomó része az online DRM mögé van zárva, úgy, hogy ugye hát a GOG az elvileg DRM-mentes játékokat ad. Csak ez itt tényleg gáz. Na, például, csak hogy ilyen esetekben rendkívül jól jön, ugye a felhasználó értékelés, de hát minden játéknál hasznos, és ezért is, hát, főleg az Origin és Uplay esetében ezt én nagyon hiányolom, és szerintem kicsit gáz is, hogy ők nem fejlesztettek le ilyen feature-t, bár mondjuk az Origin-nél nem is várom el, tehát ott ha 10 év alatt nem voltak képesek egy bevásárló kosarat fejleszteni, akkor user review-t már nem ismerek álmodni. Hát igen. Tehát... Elég gáz ilyen szempontból. Hát meg azért ne felejtsük ki még egyébként az egyik szintén így a Steam, hát a Steam-mel vetekedő majdnem klienst, ha összetjük így a Battle.net, így, hát azért azt nem tudom, azon hány játékod van, de... Ha a játékok számát nézzük, és a beleértve a megvásárolt játékok számát is értelemszerűen, akkor nálam a Blizzardnak a kliensed, a Battle.net az utolsó előtti helyen van. Konkrétan nekem személy szerint 2 játékom van a Battle.net-en, az a StarCraft 1 és a első és második része, de azok azért vannak ott, mert azokat ingyen adta a Blizzard. Volt egy időszak, amikor mindkettőt igen, a Wings of Liberty-t be lehetett húzni ingyen, ezeket behúztam ingyen, és kész. De a Battle.net az egy olyan platform, amire én egy forintot sem vagyok hajlandó költeni. De miért? Ráadásul több szempontból is az egyik oka, hogy a StarCraftokon kívül azon a platformon nem létezik olyan játék, ami engem érdekelne. Talán esetleg a Crash Bandicoot 4, de az csak egy játék. Másrészt az Activision-nek én nem szívesen adok egy fikinget sem. Ja, igen, az Activision-nek. Ja, mert többekkel belezte egy 10 év, vagy nem tudom mióta. A Blizzardnak meg főleg, hogy nem, miután volt a tavalyi, ugye, hát te is biztos hallottál, amikor volt ugye nem is tudom milyen, aztán nem tudom már milyen bajnokság volt, és hogy ugye volt ott egy óriási nagy világméretű botrány, mikor kizártak egy játékost.
amikor semmi rosszat nem mondott. Ja, De igen, hát, igen, 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 ja, igen. ugye kiderült, hogy Kínának akkor nagy befolyása van már náluk, hogy ja, Igen. nem kicsi. A volt is egy kis botrány. Úgyhogy már hát meg a mobilos Diablo, az is az, hogy kivertem a biztosítékot. Azóta sincs, és most csak folyamatolódik a mobilos Diablo, vajon miért? Ja, szerencsére, hát ja, szerencsére, mondjuk ebben a szempontból szerencsére engem a Diablo sorozat soha nem fogott meg annyira, vagy sosem érdekelt egyáltalán. De kóba, hát náluk, hát elhiszem, elhiszem. Náluk, mondom, csak a Crash Bandicoot 4 érdekelne, de amíg Battle.net exkluzív, addig számomra az játék nem létezik. Yeah. Úgyhogy, ja. Hát a... Ez ennyi a véleményem a Battle.netről igazából. Betesdás se szeretik sokan emiatt, mert egy kicsit szűklátókörűbb, ugye kevesebb játék van, meg ott is sokszor ugye, a Doom és társait először, vagy valami akcióval ott lehet megvenni, tehát hogy saját, ugye mindenkinek maga felé nyúlik a keze, persze mondhatjuk. De... A Bethesda launchernél... Na, ott nekem nincs, csak be vagyok regisztrálva, aztán talán egy játékom, vagy kettő, de... Ja. Igen, ők is, az ő kliensük is borzalmasan rossz, iszonyatosan rossz állapotban van, katasztrofális körülbelül, túlzás nélkül. De náluk egyetlen egy játékot vásároltam meg, a jelenleg 9 játékom van ott, de ebből egyet vettem meg, tehát 8-at ingyen húztam be. Ugye a Wolfenstein Youngbloodot megvettem. Hát nem, egyáltalán nem vagyok rá büszke, de... Ja, az nagyon, igen. Igen, igen. Nagyon-nagyon érdekelt, és úgy voltam, hogy nem várom tovább. Volt egy nagyon-nagyon jó akció az egyik digitális boltban, ahol, ha jól emlékszem, 7 euróért adták oda a Youngbloodot, ez ilyen, nem tudom, mínusz 80%-valahány volt, és úgy vagyok vele, hogy ugye olvastam én is a különböző véleményeket, hogy ilyen rossz, olyan rossz, meg ez nem is Wolfenstein, stb. És hát egyszerűen, hát én nem akartam ezt elhinni, na, láttam, de saját magam akartam megtapasztalni, mondom, jó, akkor most 7 eurót nekem ez, 7 eurós kockázatot ez nekem megér, vagyis 7 euró nem olyan nagy kockázat, és akkor jó, oké, megvettem a Bethesdánál, és akkor tapasztaltam, hogy igazuk volt. Tehát meg tudom erősíteni, hogy a Youngbloodot azt mindenki kerülje el. Ja. Az egy borzalom, hogyha aki szereti Wolfenstein játékokat, annak meg tudom erősíteni, hogy a Youngbloodot érdemes elkerülni, idő és energia pocsékolás azzal foglalkozni, mert egy borzalom lett. Úgyhogy, de igen, tehát... Ja, a Bethesdát még akkor használtam, ugye a Quake első három részét ingyen adták. Az egyik héten az első, a következő héten a második, következő héten a harmadik részt, és így az első és harmadik részt akkor behúztam náluk. Uh-huh. És akkor ugye utána meg ingyen adták az új 2021-es remastered Quake 1-et. Azért mondjuk megérte, azt egyáltalán nem bánom. Legalább egy 20x éves elmaradásomat bepótoltam, végre a Quake 1-et is fullosan kivittem minden kiegészítővel. Azt mondjuk megérte, azt úgy élveztem. Ja, az a felújított remaster? Aha. Hm. Igen. Az nem rossz. Hát még én kicsit még így vagyok, én egy kicsit még a Rockstar Launcher-re, tudod, a Games Launcher-re. Hát nekem az se jött nagyon az egész valahogy. Az annyira erőtett, annyira látszik, hogy csak a további pénzfejés ugye miatt, hogy a GTA-kat ott lehessen igazán használni, és aztán kell az is a Steamhez, ha jól emlékszem, hiába meg Steam-en, ugyanúgy ugye aztán föl kell rakni. Tehát én azt utáltam meg nagyon, főleg, hogy egy csomó bakia van, meg nem érzékeli az átkapcsolódást, újra kell letölteni elemeket, mit tenni, tehát bugosna. Elhiszem. Na most a Rockstarral én úgy vagyok, hogy az egyetlen, legalábbis az egy olyan platform, kliens, ahol nekem nincs is fiókom, mai napig nincs. Vagy reggelve se vagy? És nem is lesz. És nem is lesz. Tehát a Rockstar az pont egy olyan
kiadó, fejlesztő, olyan platformok van, náluk nem létezik olyan játék, ami engem érdekelne. Uh-huh. Egyik GTA se volt annó, vagy? Tehát GTA-t én általános iskolás koromban toltam még, de nyilván akkor ugye nekünk is tört verzióban volt meg. De mióta ugye én is veszem az eredeti játékokat már ugye 10 éve, kereken 10 éve, azóta a GTA-k abszolút nem érdekelnek már, sőt, messziről elkerülöm igazából. Én nagyon nem szeretem a GTA-t, finoman fogalmazva, mert jó, ebben most nem menjünk bele, hogy miért, akkor ez megint egy hosszú topik lenne. Na, mert akár arról is beszéltem, a GTA jelenségről, pro és kontra. Egyébként engem is érdekel ilyen szempontból szétszincálni a játékot. Pro és kontra. A rövid verzió, hogyha elmondtad, a rövid verzió az, hogy engem ez a, hogy is mondjam, ez a gangsteresdi, bankrablósdi, rossz fiúsdi, engem a legkisebb mértékben sem érdekel, számomra ez már dögunalmas klisé, engem ez már csak idegesít. Uh-huh. Tehát, hogy engem egy olyan, ugye úgy kezdődik a szemezet, hogy mit tudom én, milyen bankrablás, meg szokásos gangsterkedés. Ja, nekem az öt volt a legsablonosabb egyébként, annál sablonosabb. És tehát ez számomra, most ilyen témák engem abszolút nem érdekelnek. Most ha én akarok egy ilyen GTA-szerű open world autóellopós TPS játékkal játszani, akkor nekem, akkor találok erre megfelelő más játékokat is, például nekem személyes kedvencem például a Watch Dogs, nekem az a mondhatni GTA, csúnyán fogalmazva. Másrészt, ugye tudjuk, hogy a Rockstarnak brutálisan sok pénze van, és ők valami oknál fogva nem hajlandóak a játékaikat leszinkronizálni semmilyen nyelvre. Tehát náluk angol van, és kész, vége, slusszpassz. Jó, ez az ő döntésük, ez megint csak ugye az én kis személyes szokásom mondhatni, hogy ők simán megtehetnék, hogy csinálnak hozzá több szinkron, például németet is, de arra nem hajlandóak. Jó, hát semmi gond, én onnantól akkor meg főleg, akkor már duplán nem érdekel a játékuk. Például lett volna, itt tudom én, valamelyik Max Paint-t én szívesen megnéztem volna, azt hiszem talán a háromra én ránéztem volna, főleg ilyen 5-6 euróért dobálták sokszor, és akkor mindig megnéztem, hogy ja, nincs az a német szinkron, jó, oké, felejtsük el, kuka. Tehát az egy játékért érdekelt annyira, hogy gondolkodtam rajta, talán egy accountot ezért lehet, hogy hajlandó lennék csinálni. Ja, nincs német szinkron, oké, tártalan szavaz. Igen, tehát, hogy nálam így több oka van ennek, de így röviden tömören ennyi. A Rockstarnál egyszerűen abszolút semmi nincs, ami úgy engem érdekelne. Ezért meg főleg még nagy felkapott ez a Red Dead Redemption, vagy mi a túró. Én viszont kifejezetten gyűlölöm a western settinget, a témát. Tehát az a filmekben is, tehát úgy minden, most nem érdekes, csak játékokról az, hanem... Érdekes, én is kicsöbörlöttem, annyi film volt egy időben, ugye, mind a utólag úgymond a 90-es években is élt, és akkor mindig aki akkorban élt, véget is érte ide, akkor egy jó ideig a western, és nincs bocsánatta gyakorlatilag, és akkor én is így megmondtam, meg ugye a Bud Spencer filmek korai filmjei, stb. De most tetszett, hogy ebben a játékban végre komolyan foglalkoztak. Voltak régen játékok, de azok ilyen félgőzzelmetek egy-két kivételével. És akkor ha most én szívesen kipróbálom egyébként, de hát viszont egy olcsó játék, meg jó gépigénye is van. De hát majd kiderül. De aztán ezeket Steam-en is meg lehet venni, csak hát az is kell a Rockstar Launcher az a gáz ebben, hogy... Hát igen. De a legnagyobb közutálatra az Epic van, talán ezt mondhatjuk, de... jelenleg az Epic Launcher, ami hát tök jó nekem, de hát én ott nem vásároltam még semmit, csak is ingyen játék. De viszont az egy pozitívumok van, amiért ugye valamennyire kedvelik sokan, hogy a sok ingyen játék, hetente két játékot adnak, vagy akár többet,
és tényleg az A játékoktól legkisebb indie játékokig. És ilyen szempontból egy tök jó dolog, főleg, hogyha Google Galaxy-ból is el tudjuk indítani, de maga azon kívül, ugye ezt nem tudom, tudod, de az Epic az nagyon nem biztonságos. Tehát meg annyi olyan sztorit olvastam, ahol lelopták a bankkártyadatokat, meg az ő kártyája vásároltak játékokkal, akkor ezen kívül ugye nincs igazi, jól kidolgozott fórumrendszer, achievement rendszer, most már valamikor lesz már állítólag egy év múlva, de még mindig nem értünk rá, odáig nincsen ugye, review, tehát kritika, vagy hát ilyen véleményleírós rendszer. Ugye kuponokkal próbálnak még csávítani, ugye az ingyenes játékok mellett, de hát életben nem vásárolnak ott, és ez az exkluzivitás, ez ilyen a játékdemokrácia ős ellensége. Tehát főleg amikor lefizették, és be is ismerik, hogy mi lefizettük a fejlesztőket, hogy ez megvalósuljon, azért az eléggé durva, tehát nem? Ha ez igaz. Hát konkrétan nem is tudom, néhány hónapja, vagy nem is az olyan távoli múltban történt egy adatszivárgás, ahol bizony ki is derült, a konkrét összegek kiderültek, hogy melyik kiadónak, melyik fejlesztőnek mekkora összeget fizetett az Epic az exkluzivitásért. Tehát itt több 100 millió dollárról beszélünk, ami azért nem kell, és egy címér, még egy kis indi címér is hajlandóak 1-2 millió dollár simán kipengetni. Úgyhogy nem csoda, hogy sok kisebb indi csapat úgymond elfogadja a csekjüket, az oké. Okay. De igen, az Epic nem véletlen lett ennyire nagyon-nagyon megosztó, hiszen ugye amikor kijöttek a piacra, akkor ugye mondta a drága Tim vezér, hogy hát mi aztán most meg fogjuk mutatni, és hogy a Steamnek a mi leszünk a Steam legnagyobb kihívója, és hogy mi forradalmasítani fogjuk ezt a digitális piacot így meg úgy, mi leszünk a legjobbak. Aha, igen, csak eltelt 3 év, és a kedves Tim 3 év alatt egy bevásárlókosarat nem volt képes lefejleszteni. Igen, sincs, igen. Tehát igen. Akkor miről beszélünk, ugye? Tehát ennyire lehet őket komolyan venni. Igazából ők ülnek a Fortnite-on és Unreal Engine-ben befolyt brutális pénz halmukon. Most a Fortnite-ot csak ott lehet elérni ezt, ugye? Persze, hogyne. Hát onnan van a pénzük. Igen, hát azt akartam, hogy ez aranytojás tojótyúk esete. De, csak hogy próbálj kicsit objektívennek tűnni, van fiókom az Epic Games Store-on. Hát nekem is ingyenes játékunk van. Igen, egyrészt az ingyenes játékok miatt, még valamikor, nem tudom, egy vagy másfél éve volt ilyen terv, hogy a akkori kollégákkal gondoltuk, hogy játszunk, megkértek kollégák, hogy játszunk közösen GTA-t. Jó, ezért akkor Epic-en éppen ingyenes volt. Jó, oké, mondom, ingyen, jó, talán. Jó, Epic-en behúztam, csináltam fiókot, behúztam a GTA-t, de azóta most nem lett semmi. Viszont, mivel ugye lett fiokom, időnként volt olyan ingyenes játék, ami engem érdekelt. Most például csak olyan játékokat húztam be, hogy például Bethesdás címet, mondjuk a Rage 2-t, hogy akkor, ha ezt ingyen be tudom itt húzni, akkor most mindegy, hogy egy Rage 2 mondjuk Epic-en, vagy Bethesda kliensen van. Mert mindkettő egy borzalom. Mindkettő egy borzalmasan rossz kliens. Mindegy, hogy itt vagy ott van. Epic akkor megkaptam ingyen. Jó, oké, mondom, akkor ránézek erre, ugye Rage 2-n is nagyon-nagyon megosztóak voltak a vélemények. Mondom, akkor ingyen ránézek, ha már kapok ingyen egy példányt. És akkor így erre rá tudtam nézni. De így is ami, úgy szereztem ami, de. Ja. És ami nekem még viszont tetszik az ingyenes játékoknál, az Ubisoft csinálja ezt nagyon jól, mert hogyha egy Uplay-es játékot húzol be Epic Games Store-on, akkor ugye azt a játékot be kell regisztrálnod a Uplay fiókodra is, de miután beregisztráltad a Ubi játékot a Uplay fiókodra, onnantól az Epic kliensére nincs szükség.
Tehát a Uplay onnantól úgy fogja azt látni, úgy fogja regisztrálni, hogy te azt a Ubi Store-ban vetted meg. És onnantól az Epic izét azt ugye el lehet felejteni, azt ki lehet dobni a kukába. És például én így húztam be az AC Syndicate-et, annak nagyon örülök, és ezt meg tudom erősíteni, ez tényleg így működik. Beregisztráltam Uplay-re, és onnantól nem kell futtatni az Epicnek a kliensét, ami szerintem tényleg tök jó. Hát a úgyhogy Google igen, én is igazából. Így, hogyha azon nyitod el az Epic-eket, akkor no probléma. Tehát ugye azért a Google Galaxy, ez a Google-nek egy ilyen, hát nem tudom, összesítő kliensen, hogy persze a saját játékot is le tudod szedni, meg tudod venni a store-ba, de igazából azért híres, mert ugye az összes népszerű kliens láthatod a Google-t, az Origin-t, Uplay, Steam-et, Epic-et, meg a... Igen, azt látom, hogy 2.0-nál csináltak egy ilyen igen. integrációt, de azt... És állítólag az Epic-ek azt még sosem próbáltam. És ott is úgy van, hogy tehát a GOG Galaxy kliens csinál akkor mindent, tehát megadod neki mondjuk a, mit tudom én, Uplay vagy Epic fiókodat, és akkor a másik fiók nem kell, tehát a Galaxy-n történik minden. Nem, azt gondolom, hogy nem volt tudom csak kipróbálni, de úgy tudom, hogy így van, igen. Ezt csak mert olvastam olyat is, hogy akkor is kell a... Úgyhogy ott az még nekem nem világos, de ezt majd akkor egyszer mindenképp ki fogom próbálni, és ha így van, akkor ez egy lehet, hogy azt gondolom, hogy regisztrálni lépés. Kell yeah, alapvetően. Hát az, persze, hát a bejelentkezési adataidat mindenképp meg kell adni, az egyértelmű. De ha mondjuk tényleg úgy van, hogy... Én ezt kétlem, de ha tényleg úgy van, hogy a Galaxy kliens akkor letölti azt a játékot, és az is futtatja, és nem kell hozzá az Epic, se az Epic, se a Uplay, se semmi ilyesmi, akkor viszont ott a CD Projekt nagyon nagy dolgot csinált. Bár igen. Én kétlem, hogy így van, de ezt majd meg fogom akkor nézni. Hát, akkor nézd meg, de én is hallottam, én azért szeretik sokan, akkor nem kell kedve kapcsolni. Viszont tudnak azok a játékokkal játszani. Még az Epicben még az idegesítő, hogy tökül adja ingyen játékokat, viszont a DLC-ket, kiegeket, egyébeket már nem adja meg, arra sarkolja, hogy azt majd ott vedd meg, tehát mindenki vásárolná. Csak akkor ez ilyen kicsit ilyen műtes madzag dolog, tudod, hogy odaadjuk neked ezt, de azt meg nem ugyanabból a játékból. Adják oda az egészet, érted, de mindegy, tehát... Hát én mondjuk ebben a szempontból eléggé hagyománypárti vagyok, ami azt jelenti, hogy én egy adott boltban csak a, ha mondhatni a, hogy mondják, a saját rendszerüket használom, tehát hogy Uplay-en én Uplay játékokat veszek. Tehát Ubisoftos. Gogon meg csak olyat, amit csak náluk lehet megvenni. Úgyhogy... Hát számomra így egy picit átlátható, még úgy is, hogy van fél tucat különböző fiókom, de hát abból használok hármat, úgyhogy ebből nekem szerencsére nincs gondom. De igen, egyébként röviden, tömören visszatérve a Battle.net-nél, az Epic-nél és a Bethesda-nál, illetve az Origin-nél is, ugye ott azok olyan borzalmasan fapadosak, hogy ezeknél nincs bevásárlókosár, tehát ugye egyiknél se achievementek. Hát meg lassabban letöltés, stb. Tehát igen. Például amikor végigvittem a Youngbloodot is, akkor is keresgéltem a Bethesda launcherben, hogy hol vannak az acsik például, de olyan nem létezik. És Epicnél sincs ugye semmi ilyesmi, amikor végigvittem a Rage 2-t, ott is hiába kerestem ezeket. Ugye Steamen van piac is, ahol akár igazi pénzzel, akár nem igazi, ilyen Steam pontokkal lehet cserélni, tárgyakat tudsz cserélni, a játékban vannak implantálva, és onnan megkapod. Tehát azért ezek is fontos igen. dolgok, már akire mondjuk. Egyáltalán nem akarok itt rossz májúnak hangzani, de szerintem azt Team leginkább ennek köszönheti a óriási sikerét, és a leginkább az óriási nagy felhasználó bázisát, tehát több mint 100 milliós felhasználó bázist, mert rengeteg ember, konkrétan és személyesen is ismerek olyan embert itt Pécsen, aki bizony abból él, hogy ebben a Steam-es játékpiacon kereskedik,
különböző Counter-Strike-os dolgokkal, mindenféle Nem itemmel, is dolgozik, és és abban jó megél, vagy olyan. így van, Tényleg, pontosan, ez komoly. Mondjuk azok pontosan. tényleg nagyon És rengeteg hatalmas ember áron vannak. Én is egyszer csinálja eladtam ezt. egy cuccot, valami, nem tudom, 10 euróért, pedig egy kis nóném valami volt elvileg. Hát Csak így hogy ilyen. ez azzal jár, én beszéltem, ez nem most volt, ez most tudom, azt hiszem 7 évvel ezelőtt, de akkor így röviden elmesélte, hogy ez azzal járt, hogy sokszor bizony éjszakázni kell, mert nagyon-nagyon figyelni kell az árfolyamokat, hogy hol milyen árfolyam van, Hát ugye és Amerikában akkor ha van olyan, napról, tehát. ezért is igen, meg hogyha úgy változik, akkor azonnal intézni kell a vásárlás, vagy az eladás, stb. Tehát mondta, hogy nagyon-nagyon sokat éjszakázott emiatt, de ő neki ez megérte, azt mondja, elég jó keresett rajta. El is hiszem, mert az ember tényleg felmegy a piac térre, hát ott valami elmebeteg árak vannak. Hát Tehát igen. amikor van egy darab ilyen Counter-Strike-os tárgyért kérnek több ezer dollárt, hát ugye akkor az ember majd felmerül pár kérdés, hogy ez hogy. Úgyhogy sokan megélnek ebből, nagyon-nagyon sokan. Hát igen, meglepő egyébként, hogy ebből is így meg lehet élni. Már végül is miért nem? Csak az ebbe is kell akkor időt fécelni, mert gondolom, akkor ő nagyon nagy Counter-Strike szakértő is, nem? Hát igen, sok más játékhoz vannak ilyen tárgyak, a Counter-Strike csak az egyik példát, nem véletlen van ugye, mit tudom én, 10x éve ugye a top 10-ben a legnépszerűbb játékok között, nem azért, mert olyan annyira szeretnek játszani vele az emberek, hanem azért indítják el, hogy legyenek ugye droppok, és tudjanak kereskedni ezekkel a Jé. tárgyakkal. Ha meg a Hota, ugye már, a Hota, Dota, azt szoktam, mert Dota 2 most már ugye Ú, az, ami Isten. nagyon. Hát igen, az a Nekem van másik, egy igen. ismerős, a Joe, hát ő valami 20-30 ezer órát már belerakott konkrétan, tehát. Az a másik pénzmosoda, így van. Ott is lehet így eladogatni? Azt nem tudtam, a versenyeket láttam mindig, ugye, de akkor Hát, hogy eladni Dota is 2 is lehet? nagyon nagy pénz van. Aha. Abban is óriási pénz van, meg hát ugye nem tudom hány Csak ez millióan egy kicsit nézik elveszi a a játék streameket ízét, is. nem? Ha belegondolsz, hogy a kettő idő után már tényleg csak pénz és munka lesz, és Hát azt tehát mondom, hogy rengeteg embernek itt gambling, meg mit tudom én. szerintem több százezer emberről beszélünk, akiknek ezek játékok üzlet, tehát ők ebből élnek. Persze. A Dota, Counter-Strike, ezek ezért ilyen népszerűek, mert rengeteg embernek Meg a ez a LOL. megélhetése. Tehát itt olyan pénzek forognak, hogy az el sem tudjuk képzelni. És még egy ugye nagyon népszerű dolog a Steam-en, ugye ezek a játékkártyák, Ja, ugye igen. hogyha játszol játékkal, és ami támogatja a játékkártyákat, akkor néhány óra a játék után kidob néhány kártyát, ami ugye, amiket pénzért akár el is tudsz adni, de ha összegyűjtöd a teljes szettet, akkor kapsz mondjuk egy kitűzet, vagy mit tudom én. Hát Na és vagy egy rengeteg ilyen olyan... pakkot kapsz, azt mondom, még sokkal több pénzzel lehet adni. Igen, és Illetve vannak olyan emberek, van akik olyan, utólag is ad egyet, ezért ez nem pénzt tudom mi dobnak. alapján, de van, hogy néha itt 2 év után ad egyet, még valamiért, de nem. Hát lehet, hogy idővel járni, mint azt nem tudom. De is hívjuk vele, hogy jó, hogyha eszembe jut, meg van kedvem, akkor kirakom a piacra, azt vigye, aki akarja. De most így a játékkártya eszembe jutott, hogy nekem például pont a Uplay-nél volt egy olyan funkció, ami szerintem nagyon jó volt. Persze sajnos már megszüntették, az Ubisoft Connect megszüntette. De amíg Uplay volt, ott ugye az úgy működött, hogy a profilodhoz szerezhettél Uplay pontokat, amit szimplán játékok játszásával tudtál Hát még van most is megszerezni. szerintem, és Konkrétan akkor ilyen extrakat lehet ki fedni, vagy nem, azok feltenni. megszűntek, Ne? megszűntek, az Connect megszüntette. Megszűnt. Úgy volt, hogy minden Uplay játéknál volt bizonyos cél, valamilyen konkrét feladat, amit ha a játékon belül teljesítettél, akkor kaptál X mennyiségű pontot. Igen. És ha volt megfelelő mennyiségű pont, akkor mondjuk 100 pontért, konkrétan 100 pontért lehetett venni egy mínusz 20%-os kupont.
amit Igen. bármelyik játékhoz, tehát bármely vásárláshoz az Ubisoft-on belül fel tudtál használni, de ezt lehetett kombinálni az akciókkal. Tehát volt egy tök jó akció, mondjuk mint a mínusz 70, mínusz 80%, hozzá tudta csapni a mínusz 20%-os kuponodat, és igen, csak szép akciókat lehetett itt csinálni. Én ezt nagyon sokszor csináltam amúgy. Ja, azt én is egyszer, kétszer, igen. És így, nem tudom, már több mint 1000 pontom volt a fiókomon, de hát ugye Connect ezt totál megszüntette. De úgy szüntette meg, tehát korrekt volt az Ubi, nagyon korrektek voltak, mert nem törölték a progresszt, amit elért a játékban, hanem gyakorlatilag az összes létező, tehát a könyvtárban az összes létező játékokban sikeresnek tekinti az összes létező achievementet. Mármint az Uplay pontos achievement, mert van ott ugye külön... De az megmaradt, nem? A Uplay pontos. Igen, azok megmaradtak. A hagyományos achievement pont, ami van a Steamnél is. Ugyanúgy, mint a Steam, vannak a Steam achievement, van Uplay, csak azok megmaradtak ugyanúgy, azokat továbbra is lehet unlockolni. De voltak ezek a speciális feladatok, amik egy Uplay pont járt. Na, ezek szűntek meg, tehát most már nem lehet ezeket a pontokat gyűjteni. Ezt nem is figyeltem, mert azt én szerettem, lehetett teljesítettem is őket. Így van, így van. Én is ezt szerettem legjobban a Uplay platformon, ez egy baromi jó dolog volt. És tényleg sokszor volt olyan, hogy kértem egy 20%-os kupont, elmert 100 pont, de a következő játékban ezt visszaszereztem, mert megcsináltam feladatokat, ez tök jó volt. Hát igen, ez érdekes ilyen szempontból. Meg nagyon sok az ilyen feedback, meg help fórum részvére a Steamen is az sok esetben segített az, hogyha megnéztem egy ilyen probléma megoldós oldalt, amit sokszor az ottani játéka játszó legnagyobb rajongók csináltak, vagy maguk a fejlesztők segítették ki a kedves játékosokat, amit egy ilyen különböző technikai, vagy sztoribéli elakadás, végigjátos elakadás, vagy valami hiba okán. Szóval ez is tök jó, és például a Uplay-nél ezt nem annyira éreztem jónak, jött az ő feedback rendszerüket, meg a fakjukat. Míg a Steamnek hát az igen, sokkal az mondom, segítőkész, hiányzik, készen. Na, hogy? Ha, hogy ne, hogy ne. Hát pont ezzel, amit igen, korábban említettük, hogy ez a user review, ugye, ez a felhasználó. Hát az is nagyon sokat segít. Meg hogy sokszor maguk a fejlesztők segítenek, hogy ezt külön jelzi ott, hogyha ők válaszolnak. Ugye vannak ilyen szimbólumok, meg ilyen badge-ek, ugye, jelvények, mindenfélét lehet szerezni, ugye, amikor ez a YouTube-on is igen, már kezd terjedni a tagoknál. És hogy igazából, hát tényleg a Steam az ilyen szempontból eddig a legjobban hát polírozott kliens, de hát meg volt az idejük is rá, persze. Hogy mondod? Hát így van, így van. Úgyhogy akkor neked is talán ez a három igazán, aki a szívedhez közel áll, a Uplay, Steam, GOG. Nálam talán most jelen pillanatban, ebben a pillanatban most igen, én most úgy állok, hogy Steamen van 422 játékom. Második helyen, tehát hogy csak a játékok számát nézzük, akkor a GOG van a második helyen 62-vel, és a Uplay 48-al, tehát ez az első három, de ugye, hogyha viszont azt az arány nézzük, hogy mennyit szereztem be ingyen, és mennyit költöttem a platformra, akkor a Uplay van a második helyen, és a GOG a harmadik helyen, de igen, a top három nálam is a Steam, GOG és Uplay. Ezt a hármat használom leggyakrabban. Illetve negyedik helyen van az Origin, az Electronic Arts, de ott is a nagy része ingyen volt, de ott például igen, Crysis 3-at vettem ott, a Dead Space 3-at, meg a Battlefield-eket. Ja, más nem. Az összes többi ingyen volt. Körülbelül hát én is így vagyok ott. A maradék az mind 10 alatt van, tehát Bethesda, Epic és Battle.net az olyan... Ha van valami ingyen, akkor az esetleg az talán jöhet. Bár Battle.net-en már nem, tehát azt úgy már... majd valamikor egyszer, hogyha lesz kedvem, akkor a StarCraft 2-t megpróbálom végigvinni, már annak tök érdekes a sztoria, de ott az ki is fulladt, mert a Battle.net-en, StarCraft-on kívül engem abszolút semmi nem érdekel.
Diablo 2 remaster Ja, se? És a kacsingatok, de meglátjuk, hogy mikor tudjuk beszerezni. Mondjuk most ott is olyan gondok nem vannak, hogy behalnak diabus. A szerók, tehát jelen pillanatban nem éri még mindig megvenni. Ja, hát persze, hogyha igen, szokásos, hogy játék 20 év alatt nem igen, tudtak rá igen, főkészülni, nagyon új. tehát vicc azért, nem mindegy. De... Igen, de ez, igen, Bethesda Epicnél úgy vagyok, hogyha valamit ingyen osztanak, akkor megnézem, hogy érdekel-e. Ha érdekel, akkor behúzok én is a példányt. Azt ugye ennyi körülbelül. Nekem kézzel állítólag összességében 314 játék van a Galaxy szerint, de hozzá kell tenni, hogy néhány játékot nem vesz észre, úgyhogy valószínűleg lehet, hogy összesen nekem is van 400, de nekem összesen neked csak Steam-en, ezért a szép. Jó, mondjuk ebből nekem is ugye a negyede harmada az lehet, hogy ingyenes volt, vagy nagyon akciós. Nagyon olcsó. Igen, mert a GOG alapból, tehát a Galaxy kliens alapból a demo verziókat is úgy listázza, hogy mintha az meg lenne neked, tehát a teljes igen, verzió. A is, de hogyha az egér kurzot felé viszont, akkor kiírja egy demo. Igen. Úgyhogy az picit csalóka tud lenni. Illetve azt hiszem a Uplay-nél is, de ott ezeket el lehet rejteni, a demókat. És esetleg melyiket gondolod úgy, hogy hát átverti akár jó esetben is, hogyan és miért és mikor a Steam szerepét? Ugye az első helyen gyakorlatilag van valami tippel esetleg? Vagy akár egy vadi új kliens? Szerintem egyiknek sincs rá esélye, de a legközelebb ehhez jelenleg a GOG áll. Tehát mert leginkább, mint mondtam is, ugye GOG-on is vannak achievementek, ott is vannak felhasználói értékelések, ezek rendkívül fontosak. DRM-mentes, ugye? Így van, a GOG-nak ez a legerősebb fegyvere, hogy ott majdnem minden DRM-mentes, ugye a Hitment leszámítva. De szerintem egyébként az Ubi is meg tudná ezeket, simán meg tudná csinálni, csak az Ubi szerintem ugye néhány éve ugye csináltak egy ilyen keresztszerződést az Electronic Arts-szal, hogy a Uplay-en lehetett kapni Electronic Arts-os játékot, míg az Origin-en lehetett kapni Uplay játékot is. Igen. Ha jól tudom, ez mára megszűnt, de sokáig, évekig így volt. Úgyhogy én úgy látom, hogy mind az Ubi, mind az Electronic Arts nagyon-nagyon, hogy is mondjam, most már egy helyben toporog, és ma kizárólag csak a saját játékaikra koncentrálnak. De azért látod, néha a Steam-re szerintem kacsintanak azért. Csak hát attól ugye úgy kell a kliensük, de azért kacsingatnak most már ide-oda. Igen, tehát az Electronic Arts, sőt, náluk már nem véletlen jöttek vissza Steam-re. Igen. Tehát ott ugye valószínűleg a felső menedzsment ott őket felébresztették, hogy ne legyetek ilyen ökrök. Ja. Valószínűleg nagyon-nagyon meglátszott a pénzügyi kimutatásokban, hogy van egy Origin játékos bázis kontra egy 100 plusz milliós Steam-es felhasználó bázis, és valószínűleg nagyon hiányzott. Körülbelül a tizede lehet szerintem, nem? Még az se az Origin. Hát itt tippelni sem merek, de ha gyakorlatilag ilyen gyorsan visszajöttek, és olyan akciókat csinálnak Steam-en, amit még Origin-be se, akkor szerintem ott nagyon megkongatták a visszarangokat. De igen, a kérdésre válaszolva szerintem Steam-et jelenleg semmi nem veszélyezteti, de jelenleg a GOG van hozzá legközelebb, ami a feature-öket, meg a mondhatni a hát user-friendly-séget, ahogy mondják ezt magyarul, tehát hát a felhasználóbarát. Felhasználóbarát szempontot nézzük, akkor szerintem a GOG a második legjobb. És a CD Projekt igyekszik ennek eleget is tenni, kivétel Cyberpunk, de ugye egyébként ja, tehát a játékaikkal a együtt GOG-nál, mindennel. A GOG Store-ban, a GOG Board-ban én egy dolgot változtatnék meg sürgősen. Én ott azt nekem az a negatív tapasztalat, egyszer ebbe belefutottam, hogy nagyon-nagyon korlátozott a felhasználói visszajelzéseknél hát a vélemény írásnál van egy limit. Karakterlimit, van egy felső karakterlimit, de az nagyon-nagyon alacsonyra van állítva, szem
Most én nem emlékszem fejbe, de mintha talán ilyen 500 vagy 800 lenne, valahogy Igen, így. igen, És az nagyon hamar el tudnám fogyni, hogyha részletesen el akarod mesélni, igen. Ó, hogy, persze. hogy mi tetszett, mi nem, nem félsz bele. Én is, ha jól emlékszem, talán a Dreamfall-nál jártam így, hogy ott egy részletesebb, hosszabb review szerettem volna írni, mert ez a zseniális mestermunka az én szememben. És egyszerűen a review-mnak a nagy részét ki kellett dobjam, mert a GOG nem enged olyan hosszút. Ez kicsit sajnálom. Ez remélem, hogy ezen majd változtatni fognak. Nagyon remélem, mert tök jó lenne. Kétlem, hogy szerver kapacitás problémák miatt van ez bekorlátozva. Főleg, igen, hogyha ugye náluk lehet, most már megcsináltak ezt az integrálást, ugye, hogy mindenféle fiókot be tudsz integrálni, akkor van a szerver kapacitás. Igen, meg hát ez az talán negatív egy kicsit, hogy egy csomó régi játékot várnak mai napig oda a rajongók, játékosok. Igen, és igen. És írják is a fórumban, hogy mikor jön már Google, és nem jön. Valószínűleg itt valami jogi herceg utca van, gondolom én. Persze, persze. Így van, így van, így van. Vannak ilyen játékok, amit már én is nagyon-nagyon szeretnék, hogy visszajöjjön, mert nagyon rég ugye leszették mindenhonnan. Illetve, hát igen, még egy fontos dolog, nekem fontos dolog, hogy több olyan játék van, ahol GOG-on több teljesebb nyelvi támogatást kapsz, tehát több szinkron kapsz. Igen, ezt mondom, köztük sokszor a magyar, de tényleg minden van, amit el tudsz képzelni, spanyol, francia, német. Sokan, több olyan játék van, ahol csak GOG-on kaptam meg a hivatalos német szinkront. Míg Steamen azt mondták, hogy angol, csak kizárólag angol. Jó, oké, akkor megveszem GOG-on és kész. Tehát onnantól nekem nem kérdés. Egy döntő tényező. Így van, van egy adott játék, ami ahol Steamen csak angolt kapsz, de GOG-on megkapod a német szinkront is, akkor onnantól nekem ez nem kérdés, azonnal megveszem GOG-on. Tehát ezzel is ugye támogatom őket ebben, de ugyanakkor vannak olyan játékok is, ahol még ahol nem tudják felrakni a német szinkron, annak ellenére sem, hogy a felhasználók felajánlják a, ugye a nyelvi fájlokat, de hát amikor a licenc ezt nem engedi meg, akkor nekik is meg van kötve a kezük. De összességében ez nekem sokszor kellemes meglepetés volt. Akár mondjuk a mit tudom, Far Cry 1-nél, a Core Design érabeli Tomb Raider-eknél, vagy a Dreamfall-nál. Ezek mind-mind olyan játékok, hogy csak GOG-on kaptam meg a német szinkront. Van egy csomó olyan játék, ami a GOG-os kliensel fut a legjobb, lehet, hogy a DRM-mentesség okán, míg ezeken a Windows 10, most valószínűleg Windows 11-es gépeken, tehát és más módon, tehát mondjuk egy Steam-es kliens volt, egy Steam-es játék, viszont ez egy negatív a Steam felé. Régi Steam-es játékok, tehát ilyen régi videójátékok nem nagyon futnak sokszor. Jó, azok ilyen 1-2 eurós vagy ingyen játék voltak szerencsére, de gyakorlatilag a kukába dobhattam még, hát a GOG-os verzió meg még. Tehát, ja, hát persze, igen, mert ugye a GOG nagyon régi játékokat out of the box úgy konfigurálja be, tehát a Galaxy kliens már úgy tölti le, hogy automatikusan elvézi azokat a dolgokat, módosításokat, ami szükséges a futtatáshoz. Mit tudom én, automatikusan be van konfigurálva egy DOSBox, vagy VirtualBox, és azt automatikusan a Galaxy elindítja, megfelelően konfigurálva. A Steamen ilyen nincs, tehát ott neked kell utólag mindent meghegeszteni. És ezért van az, amit említettél, hogy GOG-on out of the box működnek olyan játékok, ami Steamen nem. Mert a GOG ezt gyárlag megcsinálja, és már úgy tölti le. De hát igen, a másik dolog, ami még összeakadhat, nyilván ugye vannak olyan játékok, amelyek nyilván régebbi játékoknál jellemző, hogy nem, vannak olyan játékok, amelyek nem szeretik a Steam overlay-t, tehát ezt a felületet ugye megnyomod a shift-tabot. Igen. Van olyan játék, ami azzal el sem indul, és ha nyilván, hogyha megvan, jó, Steamen bármikor ugye minden játéknál ki lehet kapcsolni, de a DRM-mentesben ugye abszolút nincs, ha csak nem ugye Galaxy. Meg van a játék, ami az altabot, illetve a teljes képernyőt utálja, az a kis régiek általában.
Tehát ja. Hát igen. Aztán vannak ugye nyilván sok-sok olyan játék van, és olyan játékot vettem Gogon még, ami kizárólag csak náluk érhető el. Hát Minden ezek kívül másra nagyon sok ilyen leszették. goodies adnak ilyen csomagot, tudod, hogy ingyen soundtrack, ingyen Ja, igen, artworkök, ingyen nem igen. tudom mi, így Így van, készült így van. videók, hogy hogy készült a játék, Az szóval is. Pirates of Eternity, vagy Pirates Így of van. Eternity, Witcherek, stb. Ez Tehát tök jó pofa volt, amikor megvettem a Core Design Tomb Raider epizódot, és kaptam a rengeteg gyári ilyen artworkokat, ilyen tök jó képeket. háttérképek, jaj, sok minden. Így van, azok is tök jó pofák, igen. Úgyhogy ezek mind tök jók. Ja, hát akkor nálam is az a helyzet, ez a három helyezett a fénypont egyelőre, kíváncsi leszek, lesz valami új, ami és megpróbálja mondjuk ezeket megdönteni, vagy meglepetés lesz. Tehát meg kiderül egyből ez a Nem néha. tudom, hogy hallottál róla, elvileg lesz, az Amazon is szeretne Ja, egy igen, azt újat indítani, hallottam, ez igen. most a Sőt, a napokban, Netflix de is akar aztán... majd kliensként, Úristen. játékkliensként is működni. Szerintem hallottad de. Tehát, hogy akinek lesz Netflix Azt nem. fizetése, előfizetése, az majd tud játékokkal is játszani, de még azért nincs előre adott állapotban. De ez a cél. Úgy látszik, akkor ez ők lesznek a következők. De én valahogy, nem, ez egy erőltetett dolog, én ezt nem hiszem, hogy utat tudják érni hamar ezt a hármast. Abban biztos vagyok, hogy eleinte azért lesz egy ugrás, a bevételük biztos jól fog jönni, de azért közel nem lesz arányéban olyan jó. Továbbra is a sorozatok, filmek vannak majd menni szerintem, de hát meg kiderül. Hát ja, én meg remélem, hogy a GOG vezetősége tanult ebből a Hitman-féle fiaskóba, és nagyon remélem, hogy ezt nem fogják megismételni. Ja, hát ezt én is. Amikor ez megtörtént, akkor még csináltak egy olyan kijelentést is, hogy eredetileg törölni akarták a felhasználói visszajelzéseket. És akkor még nagyobb botrány lett az egészből, ugye ez körbe ment a sajtóban, aztán rájöttek, hogy hú, lehet, ezt mégsem kéne erőltetni, ez nem kéne ilyen diktatórikus módon eljárni itt. Azok után, hogy átvertük ugye az emberkéket. Úgyhogy remélem, nagyon-nagyon remélem, hogy ez ebből nem lesz több, nem lesz több ilyen eset náluk. Hát Remélem, ezt hogy én ez csak is. egyszeri alkalom volt, Kiderül. mert nagyon nagy kár lenne elrontani a hírnevüket ilyen ostobaságokkal. Hát remélhetőleg a Cyberpunk fiaskó után tanultak valamit. Vagy nem kéne Hát, elcseszni a igen, dolgokat azért, az a ami jól másik. indul. Igen, de az a Cyberpunknak a renoméját tette tönkre, de a GOG Store az azért egy kicsit más Igen, persze, hát az... történet. Hát én bízok benne, hogy szerintem szépen lassan ők csak fejlődésre lesznek képesek, tehát amit te is mondtál, akár ők érhetnek oda a Steam mellé, kiderül. Igen, Igen. például most így végre még egy gyors példa, én már nagyon-nagyon régóta várom, hogy például a The Longest Journey-hez rakják bele a német szinkront, és időnként belenézek a fórumba, hogy van-e fejlemény ez ügyben, meg egy-két olyan játék, ugye GOG fórumon van olyan topik, ahol be lehet írni az igényeket, hogy mit hozzon a GOG a boltba, ami még nincs. Tehát ami sehol nem kapható, és hát ott rengeteg játék van, és abban is reménykedem, hogy talán meg tudnak valamit abból valósítani, de ja, hát nem sok sikerrel, de ha valakinek van esélyük, akkor szerintem csak ők. Hát én is De így ez a gondolom. másik sajnálatos dolog, ami minden sztorra igaz, sok olyan magyar fejlesztésű játék van, főleg a régiekre gondolok, ahol ugye régen az eredeti dobozos verzióban az ember megvette a CD-t, akkor ugye volt hozzá magyar szinkron. De a Igen, ilyen digitális Imperium Galactica verzióban 2 már például. nincs. Az is a Hegemónia, ugye egy Hegemónia. fantasztikus alkotás volt.
És a digitális verzióban ezek nincsenek benne, egyikben sem, tehát se Steam-en, se GOG-on, és ez szerintem ez nagyon-nagyon nagy kár. Tehát legalább a GOG-ba azért szerintem belerakhatnák. De ez így van, világ Heroes of Might and Magic 4-nél is van szinkron, illetve felirat, és az tényleg csak az eredeti CD-s, DVD-s változatban van benne. Számomra érthetetlen is, hogy ezt miért így csinálták. De például a Dragon Age 1-nél is a magyar felirat is csak GOG-on, tehát többi nincs Origin Steam. Pedig az hivatalosan így jelent meg. Jó, hát ez... Igen, a DRM mentesség ez még egy érdekes dolog. Még az is hozzátartozik, hogy a DRM mentesség azt is jelenti, hogy hogy mondják ezt, amikor egy játékot csak bizonyos területen tudsz megvenni. Ja igen, hát azok a régió, nyelvek, csak bizonyos kódok vagy zárok. A régiókorlát, az szó nem jutott eszembe. Na most DRM-mentesnél ez sincs. Az is el van törölve. Tökéletes példa erre az új Wolfenstein játékok. New Order, Old Blood, Új Kolosszus. Ezek mind kaphatóak GOG-on is, és Steam-en is. A Steam-es verzióban, ugye a németen kívül mindegyiket megkapja az ember, ugye az a vágatlan verzió. Míg ugye a hivatalosan Steam-en a németet, a cenzúrázott verzió csak német nyelvű területen tudod megvásárolni. Legyen az Németország, Ausztria, esetleg talán még Svájc. Na de, GOG-on meg tudod venni, hogyha GOG-on veszed meg ezeket a játékokat, akkor az összes nyelv mellé megkapod a németet is. Uh-huh. Igaz, és ha az német atrod, akkor az vágatlan? Nem, akkor cenzúrázat lesz. Ugyanígy van a Tomb Raider játékoknál is. Megkapod te a német szinkront, de akkor a játék is cenzúrázat lesz. Úgyhogy, de legalább ugye el van törölve a régiókorlát, és így teljesen legálisan meg tudod nézni például, hogy mit kapnak a német játékosok. És szerintem ez is egy baromi jó dolog a DRM-mentességben. Hogyha nagyon-nagyon akarnám, akkor GOG-on van rá lehetőségem, hogy mondjuk kipróbálhatom német szinkronnal a Wolfenstein játékokat. Persze nem tervezem, mert akkor szerintem annak sok értelme nincs, de a Tomb Raidereknél nekem ez mondjuk áldás. Hát meg az eredeti Wolfenstein esetében majdnem úgy autentikussá, ugye? Igen, így van. Na hát eléggé ki tudtuk beszélni a legtöbb híres és nagyobb klienset, remélem tetszett nektek, és köszönöm Házkilagnak is a beszélgetést. Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és ha pénzelni akarját valamelyik platformon, a Steam-et és a GOG-ot pénzeljétek. Igen, mi is, meg a Uplay-t jobb napjain. A többit nyugodtan lehet hanyagolni. Igen, hát külön is így vagyok vele. Úgyhogy mindenkinek további jó böngészést ezekben a kliensekben, és hát további jó játékokat. Aztán majd legközelebb is talán még van témában, hasonló témában majd visszatérünk, addig is úgy csinálunk tőletek. Sziasztok! Sziasztok!